kapcsolat vagy szolgáltatás, tehát szerelem, vagy terápia, vagy kötődés, vagy pedig alkalmi feszültséglevezetés, tehát te miként rendszereznéd a BDSM-et a tekintetben? Hát igazából ez szerintem a gyakorlóinak a döntésén múlik. Tehát ez lehet egy úgymond normális vanilla párnak a, ugye így szokták hívni a, úgymond a mainstream vonalat követő embereket, hogy vanillák. Tehát lehet ez egy alkalmi kísérletezés, kirándulás, és vannak akik a másik végleten ezt életformának tekintik, tehát például ők az egész napjukat mondjuk dominaként élik meg. Olyan az öltözködésük például, vagy például láttam olyan párost, hogy az egyik kutyaként él, és amikor vállalható, tehát mondjuk azért nincsenek, tehát nem vinné be őket a rendőr, akkor az egyik nő az kutyamaszkban, ilyen monyszerű dologban ül a domina lábánál, együtt élnek. De ez... És, ebben, és itt valaki felsóhajt, hogy fú, borzasztó. Hol van a borzasztóság határa egyébként? Igen, de itt érdemes abba belegondolni, hogy milyen kutyának lenni. Nekem vannak kutyáim, néha nagyon cserélnék velük. Tehát, na de most én is lennék kutya magunknál, igen, de ebben az életben most éppen nem kutyának születtem le. Nem, de egy éjszakára, vagy egy hétre. Most, hogy mondod. Meg lehet. De... Nekem erről az jut eszembe, volt ez a nagyon jó film, volt a Keserű méz című film, és szerintem az nagyon jól megmutatja, amit én általában látok. Szerintem ez biztosan jó pofa, itt őszintén bevallom, nincs saját élményem kutya létből, de biztos, hogy jó. De hogy ez addig jó, amíg mind a ketten játékosok, megint erre térnék vissza. Tehát a Keserű mézben az volt fantasztikus, amit én egyébként gyakrabban látok, hogy kipróbálok ilyen dolgokat utazásként, de egy idő után lecseng. Tehát abban annyira jól meg ott a röfögésnél hagytuk abba, azt hiszem, hogy amikor már ez fáradtá, nevetségessé, tehát valamelyiknek már ez nem akkora poén, akkor ez teljesen széthullik ez a játszma. Tehát én azt látom ritkábban, amikor ez tényleg nagyon sokáig életformaszerűen, én gyakrabban találkozom azokkal, akik utazásként, vagy ilyen kis próbálgatásként. De egyre több a kalandozás? Azt egyre, is látod? Az tény is való. A párnapos praxis, amióta ugye csinálod az elmúlt néhány év, abban azt tapasztalod, abszolút, hogy ilyen szempontból nyílik a ez világ? Ez nem is kérdés. Tehát ezeket maximálisan kipróbáljuk az összes ilyet kívülről. De párhuzamosan vele jön a bűntudat, vagy az is oszlik el? Mert nem, onnan indultunk. Nem. Tehát ebben már nincs annyi tiltás? Ebben nincsen. Én azt gondolom, hogy ezt tényleg jó szívvel meg tudják tenni. És hozzáteszem egyébként, hogy a pszichológiában is ez lehet, hogy furcsa ez, de az a fajta összekapcsolódás, amiről itt beszélünk, ez nem feltétlen kapcsolódik ilyen fajta dolgokhoz, amiket említettél. A klasszikus szadomazó páros, aki tényleg maximálisan egymásra bízza magát, azt a legszorosabb párosnak tartjuk ilyen szempontból, összekapcsolódás szempontjából. Tehát azért ezen így izgalmas elgondolkodni. Most kifejezetten arról beszélek, amikor a dominancia váltogatás például egy teljes bizalmi állapoton múlik, és még a fájdalom okozás is, ami tényleg ezeket a küszöböket mozgatja, ahogy tulajdonképpen a fájdalom és az élvezet, az orgazmus összefonódása, hogy van. Ez egy nagyon stabil páros, szinte megdönthetetlen ilyen szempontból. Annyira ritkán alakul ki. Mert egymás igényeit kölcsönösen kielégítik. Én bevallom, amikor így elkezdtem kipróbálni, tehát én jelmezbálban éreztem magam. Tehát mi szétröhögtük. Tehát ehhez azért kell egy lelki igény, mert egyébként innentől kezdve mindegy, hogy nővérkének, Ursulának, vagy szadomazó dominának, sominának öltözöm, hogyha nincs rá lelki igény, az egy jelmezbál marad. Uh-huh. Igen, mondjuk itt tényleg, ha ezt a kis árnyal, tehát nem mondjam, ezt a zavart egy kicsit el akarom tényleg oszlatni, tehát a BDSM klasszikusan tényleg egy választott, tehát egy döntés dolga. Tehát itt tényleg nem arról van szó, hogy valaki ki van szolgáltatva a másinak, és persze van, biztos előfordul ilyen, de klasszikusan, hogy ezért a BDSM-et ilyen nagyon szigorú etikai szabályok is vezetik. Nem beszélve arról, hogy a kliens és a domina között nincs szexualitás. Hát nem. Sőt, nem mindig. A kliens meg sem érintheti, a bőréhez nem érhet a dominának. Itt igen, tehát itt ilyen nagy orgazmusokról is lehet szó, nem tudom, hogy ez... Na jó, igen, akkor talán erről is kéne beszélni, tehát hogy itt nem mindig történik meg aktus, vagy nem mindig van az a fajta ki... Szolgáltatásképpen soha. Tehát egy profi domina nem szexel egyetlen kuncsaftjával sem. Ő ráparancsolhat, most pedig azt mondom, hogy verd ki a farkadat, tehát azt ő megteheti.
De nincs szexualitás. Nyilván, ha visszatérünk a könyvre, akkor ez egy nagyon fontos érv mellette. Tehát a pornográfia az ugye arról szól, hogy valamit premier plánban megmutatnak, nincs semmi körítés, nincs sztori, vagy valami nagyon lebutított sztori van. Ott látunk egy 30 centis farkat, ahogy egy jó méretes vaginába kibemászkál, meg mindenféle egyéb ilyen kámaszútra pozíciót. Tehát ez ilyen nagyon-nagyon naturális, és tényleg semmi másról nem szól, csak ennek a megmutatásáról. Amit mondjuk egy, nem tudom, egy állattenyésztő telepen is lát az ember, amikor fedeztetik a lovakat, ugye. És az erotika, tehát az meg, mi ez a könyv is, az meg pontosan arról szól, hogy mi az, ami lélekben hozzájárul. És a művészetben is ugye, amikor megjelenik az erotika, vagy megjelenik a pornográfia is, mondjuk egy filmben vagy egy könyvben, hogyha az úgymond művészet, akkor az sohasem öncélú. Nem mindig valamit jelent, valamit mond, jelentősége van ennek. És én azt gondolom, hogy egyébként itt a BDSM kapcsán ez egy nagyon erős dolog, és nem véletlen egyébként, hogy nagyon sok művészetben megjelenik, nagyon sok fotón, nagyon sok művész választja ennek a kultúrának a képviselőit, hogy megmutassa. Mert? Érted, hogy miért? Tehát, hogy miért ez a csatorna, miért ez a közlési mód? Hisz, hogy az nem öncélú, valamit akar vele, de mit? Tehát, hogy értsen. Hát nyilván mindig van ennek egy ilyen provokatív felhangja. Tehát nyilván ezért fölkapják a fejüket, amikor mondjuk Oleg Kutyik, vagy hogy hívják, bocsánat. Tehát egy fotós mondjuk pórázon vezet valakit végig a városon. Vagy mondjuk amikor valaki mondjuk egy performance keretében mondjuk Marina Abramovics mondjuk véresre korbácsolja a saját nemi szervét. Tehát nyilván ebben van egy provokatív dolog is, de ezen kívül van egy ilyen nagyon érdekes művészet, elméleti vonulat, vagy történeti vonulat is. Tehát az, ahogyan a 20. században egyre inkább középpontba került a test. Tehát nyilván ez a hétköznapi életben is megjelenik, tehát, hogy úgymond testkultúra van, mindenki azon dolgozik, hogy hogyan öltözködik, lefogy-e, meghízik-e, plasztikáztat-e, ezen keresztül határozzuk meg magunkat, és ezen kívül ugye nyilván a művészetben is a test az központi helyre kerül, táncosok révén, a szobrászat révén, a filmművészet révén, és erre nagyon jó eszköz ez, hogy megmutatni, hogy mit jelent mondjuk egy politikai allegóriát bemutatni azáltal, hogy megmutatják, hogy kínozzák mondjuk a fiatalokat, mondjuk egy Pasolini filmben. Vagy megmutatni az emberi társadalomban jelenlévő hierarchikákat. Tehát, hogy mondjuk milyen a kiszolgáltatottság, vagy bármi más. Milyen a megbélyegzettség, a testnek a megbélyegzése például. Nekem bejött egy spirituális aspektus is, mégpedig, ahogy beszéltél, beugrott egy nagyon ismert, nagyon népszerű spirituális könyv, nagyon régen jelent meg, sokszor adták ki, a James Redfield Mennyei Profécia című könyve, ahol a szerző azt mondja, hogy a 21. században minden az energiáért folyó harcról szól. Akár a fizikai szinten, ugye a kőolaj utolsó cseppjeiért gyilkolják most ebben a pillanatban is egymást az emberek, a lelki szinten pedig játszmák révén kerülhetnek az emberek olyan helyzetbe, hogy energiát csapoljanak a többiektől, és amikor készült egy könyv a vámpírok népszerűségéről, biztos tudják, hogy nem régen futott ki a vámpíros sorozat, tehát éveken keresztül a világ összes könyves toplistáját a vámpírkönyvek jellemezték, és ugye elkezdtünk ott is többen gondolkodni, de miért? Miért kell ez a mese az embereknek? Hát az is miről szólt, az energiáról. Energiát veszek el a másiktól. Mindig a domináns fél az, aki tulajdonképpen energiához juthat. Tehát a dominancia, most itt lehet kérdezgetni, hogy vajon a domina-e a domináns, most abban én nem megyek bele, de a lényeg, hogy a domináns fél az, aki energiához jut. És valahol ennek az egész BDSM kultúrának van egy ilyen energiaszerző aspektusa is, mindez a szexualitáson keresztül. Ezzel egyet értetek? Energiaszerzésről van szó, vagy energia felszabadításról? Az energia felszabadítása az lehet egy új energia beáramlása.
Tehát ezt most ne ilyen lineárisan nézd, hogy csak gyakorlatilag... az adok-kapok, mint a piacon a répát veszek 200 forintért. Én szerintem ez inkább a kiegyenlítődésről szól. Tehát valamit adok, ugyanazt kapom. Uh-huh. Tehát hogyha most akár átmehetünk ebbe a szolgáltatóféle dologba, ott az adás az a pénz. Tehát az, amin én megvásárolom azt, hogy én kielégülhessek. Tehát ott is megtörténik de az energiaáramlás. Szerelemben vagy szenvedélyben szerelemben pedig... meg pláne az, amikor az egyik ember elszívja a másiktól az energiát, azt ugyanúgy vissza is csöpögteti a másik fórumon. Tehát, tehát hát valami... ez foroghat persze, meg egy kiegyenlítő. Végig ezen mosolyogtam magamba, bocsánat, ezen a klasszikus viccen, amikor a szadista és a mazoista próbálnak szexelni, és mondja a mazoista, hogy üss meg, alász, tapos, és mondja a szadista, nem. Tehát hogy itt is megtörténik az energiaáramlás valahol, bár nem olyan módon. Tehát, hogy én hiszek ebben, tehát, hogy ami el van véve, az valahol valamilyen formában vissza is adatik. Hát az egész világ egyensúlyra törekszik, tehát minden rendszer, még tudat alatt is. Én inkább azt az aspektust ragadnám meg, hogy az a momentum, amikor én azt megélem, hogy bármit megmutathatok magamból, tehát, hogy odaadhatom magam ilyen szinten, hogy még akár ilyen szerepekben is, hát ez egy teljes bizalmat feltételez. Ezt annyira ritkán éljük meg, és ebben megint visszautalnék erre a nagyon szoros kötésre, hát klasszikusan az ember így egyszer körülbelül életében, hogy, és ezért is ragaszkodnak ennyire. Távol álljon tőlem, hogy bármi összefüggést mutassak a pszichoterápiaisek között, mert azt gondolom, hogy ezért. De ettől függetlenül azt meg kell látni, hogy ugyanúgy, ahogy egy pszichoterápia keretein belül valaki megéli azt, hogy kitárulkozhat minden gyengességét, vágyát, elakadását, bármit rábízhatja a másik ember, és az jól kezd vele valamit, az nyilvánvalóan egy ragaszkodást eredményez. Nyilván ez egy másik terület és testi szinten, de ettől függetlenül erről a bizalmi körről beszélünk, hogy most ezt mondhatjuk energiának, bárminek, de rettentően felszabadító és biztonságot adó élmény. Egy ilyen utolsó kört, zárókört csinálunk. Én nekem mégis az ugrik be, mint fontos szó, hogy megjegyezzük, hogy ne maradjunk az előítéletek szintjén, de nyugodtan riadjunk tőle, hogyha ízlésünk vagy habitusunk szerint ez jön belőlünk, hogy itt a méltóság. Tehát amíg a méltóság, a bizalom és az egyenrangúság már a tekintetben, hogy szerződik két ember valamire, ez igaz és áll, addig ez gyakorlatilag egy olyan dolog, ami nem kell, hogy tabu legyen, hisz ami mindenkinek jó, az nem kell, hogy tabu legyen. Mondhatom ezt így a végén? Leszűrhetem belőle ezt én? Abszolút, sőt úgy gondolom, hogy az emberek 99%-a fogalma, tehát 99%-ának fogalma nincs arról, hogy hol vannak a határai. Tehát azt gondolom, hogy ez egy fantasztikusan jó dolog, hogy akár a szexualitásban, akár más területen merünk olyat tenni, amit nagyon nehezen merünk megtenni, és aztán abban, ha eljutunk a határunkig, akkor nyilván tudjunk megállni, de abban fantasztikus felfedezéseket tehetünk. Tehát arra ez egy fantasztikusan jó lehetőség, hogy nyilván most, ha itt körbekérdeznénk, azért az emberek nagy része inkább fanyalog egy ilyen témára, mint sem, hogy azt mondja, hogy hú, de jó, próbáljuk ki, ha vágyakat tekintjük, és azt mondom, hogy én mit hallok a rendelőben, akkor az már megint egy más képet mutat, és ebben elmenni addig, hogy tényleg valójában nekem mi esik jól, ebben le kell építenem ezeket a fajta gátakat, amiket folyamatosan belénk raktak, és azt is, hogy én mit gondolok a barátnőmről, ha én ezt elmesélném neki, hogy én mit próbálnám ki, próbáltam ki, akkor hogyan fanyalogna. Hozzáteszem, hogy akkor vicces a terápia, amikor nem tudja, hogy a barátnő hozzám jár, és már régóta csinálja. Tehát, hogy azért, de tényleg hozzáteszem, házastársak sem tudják egymásról, hogy a másik mit csinál. Ez viszont baj. Tehát miért nem tudnak erről kommunikálni a házastársak? Hát ezért nem tudnak, mert itt van ez a fajta gát, hogy egyébként én feltételezem, hogy rólam mit gondolnának, ha én ezt megmerném mutatni. Ez az a bizalmi kör, amiről beszélek, hogy a valós szabadságélményem, ami aztán energiákat ad, és nagyon jó dolog, a szabadságélményem akkor van, hogyha van egy olyan stabil önértékelésem, amiben azt mondom, hogy nagyjából érzékelem a határaimat bizonyos területen, és elfogadom magamban, hogy én ezt így vágyom. Tehát, hogyha megtudja a barátnő, megtudja, fanyalok, de én ilyen vagyok. Igen. Ez az önismeret és az önfelvállalással. Nem, mondjad, Soma. Igen, önismeret és önfelvállalás. Tehát, hogy nem létezik önmagunk megismerése a folyamatos határfeszegetés nélkül. Én évek óta csinálok önismereti táborokat, és az alapházi feladat az, hogy én határfeszegető
feladatokat kell a jelenlevőknek megcsinálni, lehet a minél szorongóbb, annál többet, az azt jelenti, hogy menjél bele olyan helyzetekbe, ami diszkomfortos, kifejezetten kényelmetlen, kellemetlen számodra, ám nem antiszociális, és sem magadra, sem embertársaidra nem káros. Mert nem adják másképpen az önismeretet. Nagyon sokan irigykednek a karizmatikus emberekre, mert ugye a karizma az azt jelenti, hogy sok energiát van, sok energiát is vonzol. Zsák a foltját. Pontosan abból lesz a karizma, hogy folyamatos énhatár feszegetésekbe megyünk bele. Tehát egy állandó önmegismerés, a saját határait keresgélése, amihez az kell, hogy eljuss oda, hogy ne érdekeljen, hogy mit gondol a többi, és erre szoktam azt mondani, hogy Jézus se jött be mindenkinek, hát akkor én mit akarjak? És ide egy nagyon tanulságos és kísérlet, és akkor be is fejeztem a gondolatsort, hogy egy nővérke 30 éven keresztül olyan osztályon dolgozott, ahol haldoklók, végső stádiumos betegek voltak, és 30 éven keresztül gyűjtögette azt, hogy a halál előtt álló emberek hogyan emlékeznek vissza az életükre. És közel 100%-uk azt mondta, ahogy visszaemlékezett az életére, hogy azt sajnálom, hogy egész életemben másoknak akartam megfelelni. 30 éven át, majdnem a 100%, több 10 000 ember azt ezt bánt, mondta a halál kapujában, hogy mi a frászért akartam én másoknak megfelelni. Ilyen szempontból egyébként, ha a sebzővágyakhoz visszatérünk, azt gondolom, hogy ezek a könyvek talán, nem tudom, egyetértek-e velem, arra is jók, hogy miután ezt az ember tényleg csak olvassa, és közben fantáziálhat, tesztelheti némiképp önmagát, hogy tulajdonképpen nekem ez tetszik, vagy nem tetszik. Mennél jobban felháborodik, annál jobban vonza a dolog. És akar róla beszélni, vagy nem akar róla beszélni. Minden esetre veletek jó volt beszélgetni, és még Szandra. Igen, én még csak egy dolgot fűznék hozzá, hogy ugye egy olyan világban élünk, amikor valaki azt, hogy bevallja, hogy mondjuk meleg, saját magának, a környezetének, a munkahelyének. Az egy iszonyatos probléma, és ebben a könyvben az volt benne, hogy azáltal, hogy én elfogadom azt, hogy én ilyen vagyok, vagy hogy a szerelmem ilyen, azzal elfogadom a másnak, tehát a más szexualitását is. Azt is ugyanúgy elfogadom, ha valaki cölibátust vállal. Ez az ő szexuális döntése. És ugyanígy elfogadom azt, hogyha valaki arra élvez, hogy mondjuk csipesszel, nem tudom, kínozzák. És ez egy nagyon nagy üzenet, tehát számomra. Tehát ez az elfogadás. Elfogadni a sokféleséget, és elfogadni, hogy sokan sokfélét szeretnénk. Az a jó, ha olyanok találkoznak, és arra szerződnek, ami nekik jó. És akkor mindenkinek jó. És a saját vágyamnak is jó. Köszönöm szépen a figyelmüket. Kicsit forró volt a téma. Vagy a lámpák. Tényleg köszönöm, hogy így eljöttek így hétköznap este, és velünk töltötték, nektek pedig az együtt gondolkodást. Sebző vágyak. Ne legyenek sebzők, de legyenek vágyak. Vagy legyenek sebzők, ahogy gondolják.